A Magyar Ifjúsági Konferencia hasonló értékrendű ifjúsági szervezeteket tömörít a Kárpát-medencében. Az Ernyő szervezet tagállománya jelenleg több mint 50 ifjúsági szervezetből áll. A vajdaságiak célkitűzései között a regionális találkozók rendszeresítése, valamint közös programok megvalósítása szerepel. Lehetőséget nyújt arra, hogy a külhoni szervezetek, valamint az anyaországban lévő szervezetek között egy bizonyos kapcsolat alakuljon ki, és ennek ápolására kerüljön sor az elkövetkezőkben. A vajdasági tagszervezetek szerint a fiatalokat leginkább a különböző konferenciákkal és képzésekkel, valamint szórakoztató programokkal lehet megszólítani. A sport, illetve a táborozás az, amivel a fiatalokat legjobban el lehet érni. A Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség 370 cserkészt és 150 nem cserkészt táboroztatott mondjuk 2017 folyamán. Tehát úgy gondolom, hogy a nyári táborok és a sport az egy kiváló lehetőség arra, hogy a fiatalok becsatlakozzanak valamilyen ifjúsági szervezetbe, illetve különböző konferenciák és képzések által tudnak becsatlakozni ilyen ifjúsági fórumokba, vagy pedig szervezetekbe. A vajdasági régió elnökségi tisztségét továbbra is a Vamadis tölti be. A feladatok közül idén leginkább a tagtoborzásra fókuszálnak majd, valamint a felvidéki és a magyarországi konferenciákon való részvétel szerepel a tervek között. Folyamatban van az egész Kárpát-medencei Ernyő szervezetnek egy alapszabály módosítása, és mai nap folyamán itt a régión belül is ezt megvitattuk és megtettük a javaslatainkat a budapesti elnökség irányába. Továbbá folyamatban van egy tagbővítés, ugyanis van még számos olyan ifjúsági szervezet Vajdaságban, amelyek regionális szinten tevékenykednek, és még nem csatlakoztak a Magyar Ifjúsági Konferenciához. A Magyar Ifjúsági Konferencia vajdasági tömörülését a Vajdasági Magyar Diákszövetség, a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ, a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma, a Vajdasági Ifjúsági Fórum, valamint a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség alkotják.